Gyere be, baszod! Szép estét kívánok mindenkinek, és üdvözlünk mindenkit a 27. alkalommal megrendezett streaming kanálisra, amit viszont el kell, hogy mondjak előre, hogy nagyon gyér lesz, valami kemény 4 darab sztorit küldtetek, ami azt jelenti, hogy miután én azokat felolvastam, dumálgatunk egy kicsit, stb., utána le fogjuk vetíteni a filmet. Ha a film alatt esetleg még érkeznek kommentek, akkor nyilván azokat is, illetve érkeznek sztorik, azokat is el fogjuk olvasni. De igazából az apropó, amiért itt vagyunk, hogy kicsit meglegyen ez a Rémin kanál is feeling, még hogyha nincs is annyi sztori, még hogyha nem is túl hosszú a film, egy kicsit így újra felevelenítsük. Csak hogy össze-vissza beszéljük, 27. alkalommal ezt az egész mindenséget, amit annó elkezdtünk, talán 2016-ban, nem tudom pontosan. Fortyognak a kanál is bugyrai, azt mondja Mészáros Feri. Szia DP, szuper! Mi történt velem? Tolom tovább a YouTube-ozás, live-olás. Miért veled mi történt? Rémesen nézel ki, azt mondja a Szőlősi Sándor. Köszönöm szépen, Sándor. Köszönöm szépen! Lehet kitalált sztori? Hát, kitalált sztori. Ezek mind kitaláltak. Amiket szerintem valaha beolvastunk, azok mind kitaláltak, még ami úgy van előadva, hogy igazi, az is. Gyerekek, persze, hát voltak úgymond híres íróink, akik itt írogattak nekünk, a Nináik rettenetes jó sztorikat írtak például, persze, hogy ne lehetne, az a fő. Én szerettem volna, illetve hát használtam is a Rémin kanálist arra, hogy ilyen kezdő tehetséges írók bemutatkozhassanak nálunk, úgymond, például a Nina. Szia, GK hivatalos ruhaszállító, és szervusz, Király Paprikának is üdv. Köszöntjük itt a Prepare to Log nevű emberkét is, ciao. Teszek be azért ide a háttérbe valamit, hogy legyen valami. De szép vagy, nyalom a bimbo, és azt mondja, joint apó. Cső! Üdv mindenkinek! Gyerek! Egy kicsit rosszul vagyok. Szedle. Az ember szájából mindig jönnek ki a pókok.
Ilyen ez a péntek este, szia Fefe. Most ezt hogy csináltad a szemed, de ez kontakt lencse? Igen, egyébként nehéz volt berakni, mert ilyen rohadt nagy és fekete, és kicsit csípi a szememet. De azért sikerült. Mert régen olyan durva sztorikat írtak a nézők, tessék megerőltetni magatokat. A kreatív ládát kinyitni az agyatokba, és írni jó sok-sok sztorit, és elküldi a gusztak. Hát pontosan, amit most leírsz, Fari, ezek egyikére se került sor. Ugyanis nagyon rettentő kevés sztorink jött, tényleg nagyon-nagyon kevés sztorink jött. Egészen pontosan 1, 2, 3, 4, 5 darab. Mindjárt el is kezdjük a dolgot, csak még beszélgessünk egy kicsit azért előtte. Este etted meg. Ja igen egyébként. Nem ijesztő, mondja a paprika király. Bocsánat, kicsúszott a szánom. Úgy nézel ki Guszti, mint egy kokainos, aki átszokott a kristálymetre, de nincs pénze kakaóra. Kakaóra? Vagy kokóra? Szervusz PG, üdv a streamben. Cső. Küldök még talán be sztorit. Rendben, ezeket el fogom olvasni, amik most jöntek. Utána levetítjük majd a filmet. És utána, tehát a film alatt, ha esetleg még érkeznek be, bár akkor inkább a filmet figyeljétek majd, mert hogy értsétek, miről van szó, stb. Utána még akkor olvasunk be. Pinter Daniel-től jött, illetve gondolom Daniel, november 1-én jött tőle egy cucc, és most olvassuk is be. Gyorsan kitalálok egy sztorit. Tegnap este live utáni része milyen volt, mármint mire gondolsz pontosan? Na, olvassuk akkor a Dani első sztoriát. Szia Guszti, ez velem történt dolog. Van egy régi csaj ismerősöm, akivel egy suliba jártunk. Szerettünk együtt horrort nézni, meg animézni is. Egyik ilyen este után hazamentem, és azt álmodtam, hogy egy kislány fehér hálóinkben nézi, ahogy alszom, és egy maci volt a kezébe. Másnap elmeséltem a csajhavaromnak, aki ugyanezt álmodta, csak nála kés volt a lány kezébe. Utána néztünk, és ezt a legendát találtuk, ha maci van nála, nem fog bántani, de ha kés, akkor igen. Semmi baj azóta se neki, se nekem, de abban az időben eléggé parázott a 6-7 éves kislányok. Igen, a kisgyerekek sokszor ijesztőek tudnak lenni, ha azok megfelelően vannak alkalmazva horrorfilmekben, például vagy ilyen történetekben. Köszönjük szépen Pintér Dánielnek a sztorit, ez elég nice. Igen, ez meg hogy ugyanazt elmondja az ember, ez is érdekes, mert volt, hogy egy kedves jó barátom. Hogy is volt ez pontosan? Én azt álmodtam, hogy én ülök egy vonaton is integetek neki, a haverom pedig azt álmodta, hogy ő áll a peronon, néz engem, én a vonaton ülök, és integet nekem. Mint hogyha... Oh, yeah. Ettől most megijedtem, csezd meg. Mint hogyha találkoztunk volna az álmainkban. Azt megmagyaráznád, Guszti, hogy mostanság ez a szilárd sztori, hogy halálosan. Megfenyegettelek, ez így mire fel van, vagy ez így, hogy mert relatív már sok embert zavar. Ez a sok hazugság kanálisban. Ezzel most csak egy gond van, amit írtál Neo, persze a donated, nagyon szépen köszönöm meg az üzenetet is, hogy most ezzel szétbombáznád a műsort, ezt hagyjuk itt, jó? Ez most nem az. Most ne csesszük szét a műsort ilyenekkel, rendben. Maradjunk on topic, az off topic dolgokat majd máskor intézzük, rendben. Azt írja Fari Guszti, szerintem a sok új néző, akik ezt nem is tudják, hogy mi ez és hogy működik, nem ismerik a hagyományát, szóval csak meg kell velük ismertetni, utána ők írkálni fognak jó sok sztori. Hát nagyon sok új nézőt nem látok, Fari, egyébként. Szerintem aki itt van, az is most csak tényleg a GK kemény mag. Ezt te írtad, Daneko, te vagy akkor a Pintér Dani? Nagyon király volt, köszönjük szépen, ezért tényleg ilyen kis az ember hátát borsóztató cubó. Kaizen Tröffer írt egy lájtos saját történet, azt mondja, egy lájtos saját történet, most itt nem akarok, de miért nem mutathatnám, bárján, kijelző felvéte. Ez a lájtos saját történet Kaizen Tröffertől, talán ő menti meg a műsort, úgyhogy ezt olvassuk is el. Olvassuk is el a dolgot. Csá, Gusztikám, itt Kajzi. Ezután szeretném továbbítani önnek emel remek művet.
melyben kifejtettem az agymenésemet, jó borzongásnak nem nevezhető horror sztorit, meg nem közelítő ízét kívánok. Rendben. Ezt írja Neo adás után, Verla Fészel, meg Ennis is mondta, hogy olyan most a pontot ezzel... Neo, ne haragudj, hogy ezt mondja, én nem érek rá ezekre, jó? Én nem érek rá ezekre. Biztos, hogy nem Fészre rohanok az adás után, hanem le a földszintre, mert dolgom van. Ezt légy szíves. Az ilyen veszekedéssel, kikivel járt, kikivel szexelt, kikivel itt fenyegetett, kikit... Ezt valahogy próbáljátok, vagy kerüljétek el, engem ne vonjatok bele, így is jobban belekerültem, mint kellett, ha nem érdekel, ne haragudj, jó? Ezt teljesen elhatárolódom tőle, nem foglalkozok ezekkel, jó? Na, srácok, olvassuk el a Kajzinak a sztoriát. Azt mondja, hogy... És most szóltam utoljára, jó? Olvassuk el Kajzinak a sztoriát. Én nem is tudom, mit évő legyek. Hetek óta nem tudok aludni egyszerűen. Folyamatosan a fejemben van, nem tudok megszabadulni a gondolatától. Egyszerűen nem. Nem megy. Pedig meg kell próbálni, de attól még az ott lesz. De ez lehetetlen, ilyen nincs. Igaz, hogy csak egy kis hülye dolog, de nem, ez nem is létezhet. Ez csak egy kitalált dolog, de nem. Ez ott van és kísért. Egyszerűen nem tudok megszabadulni tőle napok óta. Már mindent próbáltam, de hiába. Kész, feladom, ennyi vége. 72 órával ezelőtt. Kéne valamit kajálni, lássuk, mit rejt a hűtő. Nézzenek oda, ez a sajt már itt van, vagy egy éve. De durva, nincs rajta még penész se. És a tegnapi pörkölt is itt van, nyami. 71 órával ezelőtt. Lehetett egy óra. Ez jól megvan írva, ez Kajzi, király. Húha, megint sok bors ment bele, ejha, de csikar mindenem, hajjaj, sietni kéne, mert ennek fele sem tréfa, gyors bedobom a hűtőbe a maradékot. Várjunk csak, nem volt arrébb a sajt? Biztos csak erősen csaptam be az ajtót, de ez lehetetlen, hogy 30 centit odébb menjen a sajt, mint ahol eredetileg volt a hűtőbe. Érdekes. 59 órával ezelőtt. Na, akkor kéne rántottá tenni, lássuk csak, hogy van-e még tojás. A sajt miért van az alsó polcon? Ez különös. Ennyire csak nem romolhatott meg. Csukjuk be és nyiss... Mi a fasz? Hogyan? Hogy került át hirtelen a sajt a legfelső polcra? Hogyan? Csukjuk be, nézzük meg újra. Oké, én inkább megyek dolgozni, úgyse vagyok éhes, de hogy a viharba tud ez ilyen gyorsan mozogni egyáltalán? Hogy tud mozogni a sajt? Mindegy, meló után házi buli lesz, úgyis haveromnál, majd később megnézem, mi történik. 24 órával ezelőtt. Már a hűtő is mozog? Oké, a haveromhoz menekülök, de hogyan győzzem meg őt? Nincs ideje átjönni megnézni ezt a szaros sajtot. Hihetetlen, hogy egy kicseszett sajttól félek. 0 órával ezelőtt a narrátor átveszi a történetmesélést, mert Kajzen Tröffer íróbácsinak nem volt kedve tovább egy-egy szám első személyben írni a sztorit, ezért ez így van rendjén is. Ez így bele van írva. Szóval én lennék Kajzen Tröffer különbejáratú alacsony bérezésű juttatásoktól megvont magánnarrátora, aki nyilván nem Kajzen Tröffer. Nyilván nem. Nem, azt mondja, hogy a főhős, aki Kajzi névre hallgat, ezen a ponton összetört. Hiszen az a kicseszett sajt minden egyes ajtó nyitásra más helyen volt, sőt, már hangokat is adott kifele, úgy Isten igazából rendben, de igen, nagyon. Kajzi egy ponton egy hatalmas másfél méteres kézzel a kezében próbálta véghez vinni a sajtölő kurzuson megtanult mozdulatokkal agyonfűszerezett kénköves, kári kittyomos hadműveletet, megbökni a sajtot. Van ilyen, hogy sajtölő kurzus? Köszöntjük Vikit a tagok között, ami hát ugye régen a YouTube-nak a szponzor funkciója volt. Money. Thank you! Köszi szépen, Viki! Köszönjük a donation-t Vikinek. Kaphat, ostor, persze, na, hamar ránézek a kommentekre, StarCraft 2, szinte minden Twitch-es live-ba volt majdnem idáig. A gyilkos sajt mostantól a mozikban. Nagyon jól írja a Kajzi, nagyon jól írja, olyan, mint egy filmet néznék. Na várjál, úgy néz ki, hogy Kajzi is egy kibontakozó írói tehetség. Na figyelj! Amint a berosdált még húszafaktoktól ragacsa, soha le nem mosott penge hozzáért a sajthoz,
Abban a pillanatban nem egy csodálatosan biztosíthatóan nem tehéntől származó tejterméke beszippantotta a gyomrába az egész kést, a hatalmas vágóeszközt, a főhőst majdnem utána rántva. Egy másik dimenzió van a sajtba, vagy mi a csöcs? Hú, Berzul egyébként alig áll a lábán, a stream bosszunk itt YouTube-on. Ekkor Kaizentröffer a vészmegoldáshoz fordult, megfogta a kalapácsot, ami a hűtő belső felére volt felrögzítve. A hűtő belső felére föl volt rögzítve egy kalapács? Na várjál! Betörte a hűtő üvegtálcáját, ami alatt a Guinness szakállára hajazó állagú fejes saláták sorakoztak. Ott megfogott egy gyufát, a gyufát nem gyújtotta meg, bedobta a gázzal teli tűzhelybe, ami csak kicsit robbant be, mivel a gyufa természetesen nem volt meggyújtva. És emiatt nyílt ki az éppen most odatett konyhaasztal James Bondosított alja, tehát egy kis fiókocska, ahol egy konnektor volt, amiben bedugott egy villát, aminek következtében Gustinál berengett az AMD, és konkrétan lefagyott. Gusti emiatt megvakarta a bal sejhaját, melyet Kajzi hallott és tudta. Tudta, hogy hova kell nézni, azonban nem oda nézett, emiatt kinyílt a kis rekesz, amiben egy kis kalapács által betört egy üveget, amire nem volt semmi felírva, és nem is volt mögötte semmi. Ekkor tudatosult Kaizentröfferben, ez a sajt gonosz haditerve volt, hogy törbe csalja őt. Kaizentröffer összeszorította fogát, befeszítette segét, majd egy mágikus vakolatrepedés következtében arra lett figyelmes, hogy a sajt már ott szalad a konyha kő közepén. Tudom, hogy szürreális, hogy egy sajt szalad, de ez nagyobb fasság volt, mint amikor egy lagjár megszökött egy állatkertből. Mi a fasz? Szóval Kajzi megragadta az alkalmat, vagyis egy mikrót, amire az volt ráírva alkalom. Megfogta, bedugta a lefolyóba a konnektort, majd rábaszta a sajtra a mikrót, ami nem kapcsolt be. Ekkor a sajt kitátotta a hatalmas, büdös száját, belülről csemegészte meg egy másodperc alatt a mikrót, aminek következtében Kaizentröffer annyira szomorú lett, hogy egyáltalán igen. Így van írva a mondat. Ekkor megjelent a csodaszarvason három vagy kettő vagy egy ember, igazából csak egy, de nem tudom pontosan, mert én csak a narrátor vagyok, és nem láttam a dolgokat. Ez az ember volt a híres és egyben híresen, hírhetten híreskedő kereskedő, PG helyett Guinness, aki csettintett hármat Gusti lomposával és sajt. És a sajt. Ekkor Kaizentröffer felébredt és elindult reggelizni. Vége. Vagy mégsem. Guinness volt igazából a csodaszarvas, aki megfogta a PUBG-ből lopott serpenyőt, felvette az Adidas melegítőjét, majd Ruszki Hardbass hallgatása közben rádöbbent, hogy nem is szerepel a mesében. Ekkor Holle anyu elvitte a Stribol. Kaizentröffer megküzdött a sajttal, aki ütötte a konyha bútorra, ami olyan nem lett, mint a sajt, mint egy sajt. Ekkor megjelent a szörny. Jó, igazából nem jelent meg a szörny, az már sok lenne. Kaizentröffer gumicsizmában megfogta a sajtot, megsimogatta, majd úgy azt a hűtőbe, hogy bizony. Kaizentröffer diadalittasan elindult visszafele a szobájába, majd arra lett figyelmes, hogy a mese tovább is tartott volna, ha hosszabb lenne. Tanulság, vigyázzatok a sajtokra, hiszen a sajtok gonoszak, és bármikor lecsaphattak. Akár most is. Kajzi beletett a sztoriba, írja PG. Kajzinak köszönjük szépen ezt az elmerodjant betegséget. De jó volt. Ez szórakoztató volt, az elején még majdnem parás is volt. Jó, na, tehát a Ravingre ilyen sztorikat szoktak írni az emberek, és ez nice. Ez hajazott így a régi Raving kanálisos dolgokra. Érkezett még egy sztorink, de közben ránézek, tartunk egy kis szünetet a csetre. Rémingbe két rövidebb sztorit küldött Kovist. Ez nagyon király volt, Kajz. Hoppá, Danika 00017 legyőzte Berzút hosszú idő után, és ő lett a stream boss. Köszönjük szépen Danikának. És beírta a nevét üzletbe. Nagyon szépen köszönjük a támogatásra, Danika, egy bizonyos témával kapcsolatban, ha jól tudom, te küldtél nekem e-mailt, amire egy videóba fogunk kitérni, azért nem írtam vissza, jó? Most bocsi, ez így hirtelen eszembe jutott rólad. A gyerekek, nézzük meg, hogy milyen két rövidebb sztorit küldött nekünk, Kovist, és akkor, hogyha lenyomtam akkor ezeket a sztorikat, akkor meg fogjuk nézni közösen veletek együtt az új
kis filmünket, amire kíváncsi vagyok már, mit szóltok egyébként. Ne, sajt van a hűtőbe, mindjárt kidobom, azt mondja F. Krisz. Megutáltam a sajtot, azt mondja Andrá. Ne nézzük ezt a két rövidebb sztorit. Első sztori. Személyi helyén véres lyukak tátongtak, az ütlegelést már alig érezte, csak a hangokat hallotta, ami fura módon saját hangjára emlékeztette. Mi a fene történik? Uram, ezt nem kellett volna látnia. Dobják azonnal a hulladék megsemmisítőbe. Mi a franc? Hiszen ez én vagyok. Sajnálom, uram, a teleport még csak kísérleti stádiumban működik. Két személyt rak össze a rendeltetési helyen. Ez ennyi volt ez a sztori. A csávó valószínűleg beszállt egy kísérleti teleportgépbe, és hallotta a hangját, hogy ő beszél, de a teste másik fele meg egy másik személy volt már. Gyerekek, hat mondatos sztori volt, vagy öt, de masszív, az ilyeneket szeret, ezek régen is nagyon jók voltak, ezek az egyszerű, hatásos, kés szurás jellegű sztori. Amúgy gyerekek, azóta megvan az a sajt, azt mondja Kajzentröffel. A csatornára ugyanúgy felkerül a kisfilm, az egyből szerintem így a réming közben, vagy így a réming után már meg lesz osztva külön, ha valaki csak a kisfilmre kíváncsi. Rengeteg easter egg, meg ilyen GK nézőknek való állatsággal van tele, úgyhogy majd figyeljetek, jó? A második sztori ebből a két rövid sztoriból. A nő felé hajolt, majd elfordulva megszólalt. Frank az ismeretlen nagysérült férfit felkészítettem a szervek eltávolításához. A férfi tudatánál volt, de mozdulni nem tudott. A gép nem működött, gondolta. Szeme sarkában egy könycsepp jelent meg. Emily gondolta. Nem sikerült. A falon az óra 8:30-at mutatott, a mellett a logó naptáron 1984. március 3-a volt feltüntetve. A férfiben egyszerre ébredt öröm és rettegés, az időgép mégiscsak működött. Emily még csak 3 nap múlva fog meghalni, de mégis minden hiába. Nem tehet semmit. Még küzdött, de tudta, hogy értelmetlen, azon a március 3-ai napon ő maga operálta ki egy ismeretlen autóbalesetes férfi szívét, máját, veséjét és lépét. Frank McCormick felkészült a halálra. Holy shit! Ezeket nem tudom, honnan szedte az a srác, aki nekünk küldte ezt a két rövid sztorit, de király volt. Ez király volt. Van még vissza... konkrétan nem is 4, talán 3, de ez egy Twitch-es feliratkozás, illetve bekövetés. 3 sztorink van még. Csontkollekciótól érkezett rémingbe egy hosszabb valami, amit még felolvasunk, és akkor lassan indul a premier. Én egy kis csendes gyerek vagyok, én vagyok az osztály egyik legjobb tanulója. Kezdődik a sztori. És egyben a legcsöndesebb gyerek. Mindenki engem szekált, vertek, vagy elveszik a pénzemet, majd kinevetnek és elmennek. Nincs sok barátom, összesen 2. Az egyiket Attilának, a másikat Rebekának hívják. 3 alkotjuk az asszociális csapatát az osztálynak. Minden teljesen ugyanúgy ment a mindennapokban egészen decemberig. Előtte mindig, mikor beléptem az osztályterembe, vagy nevettek, vagy rám se néztek, megaláztak, már csak azzal is, ha rám gondoltak. De egy idő után ez egész megváltozott. Elkezdtek aggódóan nézni rám, és elkezdtek kerülni. Néhányan, mintha féltek is volna tőlem. Én nem tanúsítottam ennek nagy fontosságot, gondoltam, majd elmúlik. Ezek után kicsit magabiztosabban jártam azért be az iskolába, viszont egyszer csak feltűnt, hogy egyedül vagyok. És egy ideje nem láttam a kiket is. Azt hiszem a barátaim voltak, de nem emlékszem a nevükre vagy az arcukra sem. Na mindegy, valószínűleg csak képzelődök. Ebédszünetben szokásosan ültem az asztalomnál, ettem a kis szendvicsemet, amikor meghallottam pár osztálytársam beszélgetését, ami mellett nem tudtam elmenni. Rólam beszéltek, arról volt szó, hogy mióta elkezdtem mosolyogni, és pont nem is járnak iskolába, idézem a kedves hölgyeket, kezdek aggódni, hogy csinált velük valamit, és ezért ennyire boldog. Mi? Csinálnék én bárkivel is, 15 fekvőtámaszt se tudok megcsinálni, nemhogy én ártanék valakinek. Ez nem tetszik. Kicsit, mintha dühös is lennék, meg akarom mutatni nekik, hogy ki vagyok igazából. Nem vagyok se erőszakos, se ártó szándékú, csak beszélgetni megyek oda hozzájuk.
nem, ez így nem jó. Nem értették meg, amit mondani akartam nekik, biztos rosszul magyaráztam el. Na mindegy, legalább valakivel már beszélgettem egy jót. Ó, a fene, elkerült a figyelmemet az óra. El kell indulnom, vagy bezárják a suli kapuit, és már csak a godnok jön, de ő is csak 2 óra múlva. Nem tudok futni. Nem tudom miért, de nehezebbnek érzem a táskámat. Hehe, vicces ez az egész, amikor azt hiszem minden jól alakul, hirtelen elgyengülök. Nem baj, azért kiérek még, tudtam szólni az ügyeletesnek, hogy várjon meg. Jaj, csak az anyám ne legyen mérges, hogy elkések otthonról, a múltkor sem lett jó vége, bár szerintem azóta már megbocsájtott, igen, szerintem biztosan. Végre itthon vagyok. Anya csöndes az ebéd felett, azt hiszem megúsztam. Az öcsém se sír, azt hiszem ez a legmegfelelőbb, hogy bemutassam az új barátnőmet a családnak, csak elő kell vennem egy pillanat. Meg is vagyok, elővettem őt, kicsit szétszórt szegény, mert a kapcsolatunk egy vitával indult a suliban. Anya, először a fejét vagy a karját akarod megnézni? Szerintem mind a kettő gyönyörű, kár, hogy nem tudtam az egész lányt elhozni magammal, de a szívét nekem adta. Legalábbis azt hiszem, arra utalt az a mondat, hogy ha ki tudom venni belőle, akkor az enyém lehet. Megyek, megmutatom az öcsémnek is. Bár egy része már láthatta legalábbis, ha a kenyér nem takar sokat a látásától. Jaj, de boldog vagyok, hogy nem vittem el mind a 2 szemét. Bár nem várok tőle nagy gratulációt, miután hazahoztam azt a 2 gyereket, akikkel folyton együtt voltam. Olyan hangosan sikított, hogy a száját is össze kellett varnom. Remélem azért nincs harag, öcsikém. És itt vagytok ti, ketten sokat jelentetek számomra, ti vagytok az első barátaim. Olyan jókat nevettem rajtatok. És pont, neked olyan szép tested van, neked muszáj volt a lábadat is elhoznom. De most lett egy barátnőm, ő is ide ülhet hozzátok? Igen, nagyon örülök. Figyeljetek, nem sokára meglátogat minket nagyapa és nagymama. Szerintem nem fogják nagy örömmel venni a mi kapcsolatunkat, épp ezért én ma innen elmegyek, de a kedvetekét itt hagyom a naplóm, ahol leírom a napjaimat. Olvassátok ki, mert nagyon érdekes. Azóta írom, hogy megismertelek titeket. Na, sziasztok! Hú, gyerekek! Ez masszív volt! Na ez masszív, aki figyelte és értette, hogy miről van szó, annak leesett, hogy ez keményen masszív volt, srácok. Ez kiküldte, Csod kollekció. Ezt olvastad valahol? Gondolom olvastad valahol, hogyha ezt te írtad, akkor neked most azonnal neki kell állni, angolul írni könyveket és világhírű leszel. Ezt nem tudom honnan szedted, írd majd meg, légy szíves, hogy ennek mi a forrása. Beteg. Ez nagyon király volt. Csont kollekciónak köszönjük a sztoriát. DP szupertől jön a következő történet. Aztán lélegbe készüljetek a filmünkre, srácok. Nem sok van már vissza odáig. DP szuper küldött egyet. Ez OP sztori volt egyébként. Szervusz, Csontina, itt vagy? Nagyon kemény volt. Nagyon jó volt. Hasonlít a Hangok című filmre, azt mondja, Joint Apo. A gaminkanon@gmail.com-ra tudtok küldeni, igen, ugyanúgy, mint régen. DP szuper írja. Történetünk egy holland gróf elhagyatott birtokán kezdődik, ahol egy fiatal pár halloweenezett, éppen hogy belecsaptak volna a buliba, csak hogy egy nyikorgó ablak hangja közben megszakította az este megalapozását. Ekkor a lány így szólt. Ez mi volt, édesem? Nem tudom, biztos csak egy kóbor húzat, válaszolt a fiú, majd odament az ablakhoz, kinézett rajta, hiszen ő is tudta, hogy a húzat nem ad ki ilyen hangokat, de nem látott semmit. Senkit. Ezután becsukta az ablakot, de mivel azt nem lehetett rögzíteni, elé rakott egy széket. Biztos, ami biztos, mondta a fiú. Majd folytatták, amit elkezdtek. A helyzet az, hogy nem hiába nem lakott ott senki, hiszen a grófnak volt egy felesége, akit pont abban a szobában ölt meg a szeretője, amelyikben a fiatalok hancúroztak pont a halálának 40. évfordulóján. Minden esetre nem történt semmi egészen éjfélig, amikor is kinyílt az ablak a széket fellökve. A lány elkezdett sikítani, a fiú pedig megfogott egy téglát, ami a falból esett ki, amikor az ablak kicsapódott, majd lassan elindult az ablak felé, kinézett, de ismét semmit sem látott, viszont most valami másabb volt, méghozzá, hogy az ablakon 2 kéznyom volt, amit amint észrevett a fiú, azonnal hevesebben dobogott a szíve. A lány aggódva kérdezte, minden rendben? A válasz csak annyi volt, későre jár, ideje hazamenni. El is indultak.
A szobából kifele vezető út egy lefele vezető lépcső volt, amelyet egy folyosóba torkolott, ahol lepukkant szekrények, komódok voltak, és a folyosó végén ott volt a kijárati ajtó. A lépcső lefele menet a fiatalok nyakát hideg, nedves levegő círógatta gyengéden. Csak hogy minél jobban láthatóvá vált az ajtó, annál jobban rázta őket a hideg. A látvány hajmeresztő volt, ugyanis egy karakán 20 év körüli megviselt nőt láttak, aki sietősen ment ki az ajtón, mintha félne valamitől vagy valakitől. Mire teljesen leértek a lépcsőn, lépteket hallottak fentről, megpróbáltak kimenni az ajtón, de az láthatólag be volt zárva, mert ez nem nyílt ki. De a léptek egyre hangosabbak lettek, a fiatalok pedig megijedtek. Bemásztak a szekrénybe, viszont a léptek csak hangosabbak és hangosabbak lettek. A szekrény ajtaján volt egy rés, amin a fiú kikucskált, de nem látott semmit. És az ajtó is nyitva volt, ezzel megragadták az alkalmat és kifutottak a házból. Egészen hazáig, és soha többet még a közelébe sem mentek ennek a háznak. Utóirat, Guszi, köszi, hogy elolvasod a történetemet, remélem tetszett. Utóirat, gyerekek, a drog rossz. Még egyszer utóirat, a történet írása során nem esett baja egy szellemnek sem, aki ez idő alatt megsérült, az egy csomag szotyi volt, amit az írás alatt elnyammogta. Ez egy teljesen saját történet volt, DP szupert, ugye szoktam mondani azokat még jobbra becsülöm, mint a gyáriakat. Nagyon cool. Végén lehet kihirdetjük az est legjobb sztoriát. Na, van itt még két történet, mielőtt vetítjük a filmet. Az egyik Matyitól jött. Tudom, hogy live-olsz, elmegyek érted éjfélkor, egy kolostorba viszlek, benyomok egy altatót, és bekúrlak egy tóba. Ez komoly. Ez jött most egy e-mailbe. Tudom, hogy live-olsz. Elmegyek érted, majd élfélkor egy kolostorba viszlek, beléd nyomok egy altatót, és bekúrlak a tóba. Ez így. Ez így jött, gyerekek. Matyitól. Köszönjük szépen Matyinak, ez... erre mondhatjuk, hogy ez ijesztő. Ez kemény amúgy. Best. Lehet, hogy ez lesz a nap sztoria, gyerekek. Az eddigi 27 alkalommal megrendezett Révin kanálisrak legdurvább sztoria volt ez. PG-től jött az utolsó, mielőtt levetítenénk a filmünket. Jól figyelj! PG is here, PG is real. Egy szép nyári este volt, épp GK-t néztem. Mi mást? Egy másodpercre megjelent a háttérben egy fehér ruhás, hosszú hajú nő. Megijedtem. Annyira, hogy leírtam Y-nal. Tényleg azzal írtam a megijedtem szót. De gondoltam én, hogy Guszti szivatja csak a nézőit. Aztán, amikor a haverommal néztem, már vigyorogtam előre, hogy ő is mennyire meg fog ijedni. De csalódnom kellett, mert nem volt ott a csaj. Á, hogy live-ban még ott volt, de utána már nem. Mondom, mi a fasz? Megkérdeztem Gusztitól, hogy mi történt a csajjal a videóban. Guszti pedig azt mondta, hogy PG, melyik videóba? Mondja a PG, hát az új Rémin kanálisba. Azt mondja Guszti, milyen csaj hányadik percnél? PG megadott egy számot, egy időpontot. Mondja a Guszti, hogy nem értelek, PG, a drog rossz. Bejön Szilárd a DC chat szobába, és addig beszél, amíg Guszti ki nem megy, aztán ő is távozik. Várj, eltértem a tárgytól a francban. Na szóval, ott volt egy csaj. Elkezdett megjelenni az álmaimba. Olyan ismerős volt, de nem, ez nem lehet. Ez nem lehet ő, ugye elkezdett futni felém. Jött egy késsel a kezében, futott felém, elkapott. Olyan hideg, ez lenne a halál. Olyan nyugodt és olyan finom érzés, kár, hogy felébredtem. És mivel éhes is voltam, elmentem kajálni, kivettem a kajzi feliratú lábas sajtot a hűtőből, meg a vajat is, és megreggeliztem. Igen, sajtot és vajat reggeliztem, na! De mintha valami ott lett volna az ablakba, ő volt az. Beugrott az ablakon, elkapott, és a fülembe suttogta. És ő volt, akit a legjobban féltem, Genesz volt a sparókában. Ott helybe szívrohamot kaptam volna, ha Genesz nem rántotta volna elő a szőrös köldökéből a defibrillátort, és újra nem élesztett volna. Mosolygós fej. PG-nek köszönjük szépen ezt a egészen elképesztő történetet, ezen összeszakadtam, gyerekek. És az a helyzet, hogy közben jött még három. Ezeket felolvasom, és utána tényleg indulunk a sztorival. Sotonyib írta, paranormális jelenség G-módra.
Fú, Huszti, nem is tudom, hol kezdjem, előre is bocsánatot kérek, ha valamit netán helytelenül írnék, de mindig le vagyok sokkolva, és nem bírok napok óta aludni, 2 hete kezdődött. Egyik nap elhatároztam, hogy miután hazaérek, nézek egy kis Mia Khalifa blowjob compilation-t. Hát elő is készítettem minden kelléket, elkezdtem nézni a pornót, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egy pillanatra elment a net, és megszakadt a videó. Nagyon megijedtem, de próbáltam magam meggyőzni, hogy ez csak a véletlen műve. 3 nappal később ismét elhatároztam, hogy felnézek a Pornhubra, ezúttal egy Lana Rhodes-os videót akartam megnézni, de a videó nézése közben ezúttal nem csak egy pillanatra ment el, hanem jó pár órára, mármint az internet. Nem tudtam, mit csináljak, megnéztem, de nem volt kihúzódva a kábel, aztán egyszer csak a tévé is hangyás lett. Mivel láttam a Kör című filmet, ezért egy baseball ütővel a kezembe vártam azt a ráncos bőrű szottyat tutyos szamarát. Vártam, majd elkezdett szólni a telefon. Nagy nehezen rávettem magamat, hogy felvegyem, és felkészültem a jól ismert szövegre, ami így hangzik: 7 nap múlva meghalsz. Felvettem a telefont, nem hagytam, hogy megszólaljon, és elkezdtem üvöltözni a telefonba. Anyádat hagyjál békén, azt egyszer csak megszólalt a telefonba egy kellemes női hang. Elnézést, én csak tájékoztatni szeretem volna kedves ügyfelünket, hogy a mai vihar miatt egy időre most elment az internet. Megpróbáljuk minél hamarabb megoldást találni a problémára, viszlát. Ez kész! Ezen szétmentem most, ez ütött, ez mindent vitt. Könnyen lehet, hogy ez az összes eddigi sztorit lenyomta, ez nagyon jó. Egy kis idő múlva visszajött az internet, és boldogan éltem, amíg meg nem ha... Ja, nem éltem boldogan. Gyerekek! Csillagos ötös. Ez király volt. Ez nagyon jó volt. Kriszta jött a következő. Mosolygó fejes Krisz. Haverokkal, 3-an voltunk, elmentünk az elhagyatott házhoz. Ránk ordítottak, hogy mit csinálunk ott, és elkezdtünk futni, és jöttek utánunk, a közelben lévő erdőbe mentünk végig. Ahogy az erdőn végig mentünk, az megtörtént? Hallottuk mögöttünk a kocsinak az egyre közeledő hangját. Engem az útról leszorítva szóltak, hogy álljak meg, és nem igazán álltam meg. Én és a haverom bringával voltunk, a másik haverom gyalog volt. És amit mondtam, jöttek utánunk, megálltak a kocsival, és gyalogos haveromat elkapták. Bringás társammal tovább mentünk, hátra kell hagyni a barátokat. Így van. Pár méter volt köztünk és a kocsis emberek között, aztán ránk ordítottak, hogy álljunk meg, és megálltunk. Oda mentünk, 2 barna bőrű ember, valamint egy fehér bőrű ember volt, mondtuk, hogy csak ott voltunk, de nem rongáltunk, és hosszas beszélgetés után elengedtek. Többször nem hiszem, hogy egy darabig vissza fogunk menni ez az elhagyatott házhoz, eléggé adrenalin adó volt ez a történet, és aznap eldöntöttük, hogy nem fogunk mindenhova bemenni. Hazafele a földúton mentünk haza, és mellettünk volt még egy földút, azon az úton néztek minket, hogy merre megyünk. Ez ma volt 3 óra környékén. Vigyázzatok magatokra, ti ne essetek ilyen helyzetben, mint mi. Bocs, de haverjaim nevét nem szeretném elmondani, remélem megérted, abszolút megértjük. És az ilyeneket szeretem, mert nyilván se vámpír, se szellem, se ilyesmi, de éppen az, hogy ez ugye igazi dolog, ez mégiscsak így durvábbá teszi az egészet. Igen, vigyázzatok, mert ha ilyen elhagyatott házakba bementek, az akkor se teljesen legális, akármennyire is elhagyatott a ház. Úgyhogy Krisznek köszönjük szépen a sztorit. Prepare to lag a következő sztori, és mindjárt vetítjük a filmet most már, ha jól láttam, még érkezett egy, azt felolvasom. Volt egy fekete macskám, Kormos volt a neve. Nem volt valami kreatív név, de nekem tetszett. Mindig is furcsa volt ennek a macskának a viselkedése számomra, amikor meg akartam simogatni, elment vagy elfutott. Gondoltam, biztos csak nem olyan szelíd. Amikor meglátott, csak nézett rám, elég ijesztő volt. Egy nap láttam, hogy felmászott a tetőre, próbáltam leszedni onnan, nehogy baja essen, gondolkodtam, hogy mivel tudnám levenni vagy lehozni onnan a macskát. Egyszer csak leugrott, viszont nem talpra esett, meghalt. Egész nap az járt a fejemben, hogy ezt miért tehette. Lefekvésig nem hagyott nyugodni a gondolat, nem bírtam felfogni. Mint hogy a leugrott volna, és öngyilkos lett volna a macska, vagy mi? Épp mentem ki a konyhába, amikor megláttam egy fekete macskát, Kormos volt az. Ahogy elkezdtem felé menni, ő távolodott el tőlem. Felkapcsoltam a villanyt, mire ő hirtelen eltűnt. Nem bírtam ezt hova tenni, elterveztem, hogy nem fogok egész este semmi más csinálni, csak tévét nézni. Tévénézés közben elaludtam, és nyávogásra ébredtem. Nem akartam rá figyelmet fordítani, néztem tovább a tévét. Egyre hangosabban hallottam a nyávogást, kénytelen voltam kimenni a konyhába. Felkapcsoltam a villanyt, és szinte semmit sem láttam, majd a szobámból kezdtem el hallani a nyávogást. Visszamentem a szobámba, és akkor láttam, hogy a macska az ágyamon van, és nézi a tévét.
Rám nézett, a szemei vörösek voltak, mintha véres lett volna. A mai napig rémálmaimban visszatér. Nagyon nice story volt Prepare to Lock-tól, köszönjük szépen. A következő Losoné, ami ijesztő történet helyett egy Dragon Ball story már megint, úgyhogy aki vágja ezeket a dolgokat, az figyeljen. Figyelj! A történet a jövőben játszódik. Volt egyszer két barát, Son Goku és Vegeta. Fú, én nem leszek jó a Dragon Ball-os nevek kimondásában egyébként. Egyszer elkezdtek edzeni, amikor egyszer csak valami furcsa zajra lettek figyelmesek. Kérdezi Goku, te Vegeta, mi a fasz volt ez? Vegeta fele, nem tudom, nézzük meg. Kiléptek az ajtón és arra lettek figyelmesek, hogy Chichit és Bulmát lefejezték. Goku kérdezi, ki tehette ezt a feleségeinkkel? Black Goku válaszol, rég találkoztunk Son Goku és Vegeta, vigyorgó fej. Goku és Vegeta mondja, Black Goku mondja, nézzetek körül, mindenki meghalt, Trunks, Goten, Gohan, Piccolo meg a többiek. Aztán valami fehér fényre lettek figyelmesek, megjött Losón és Gusti. Na meg persze a másodmotoros Genesz és az ő kardéles szakálla. Losón mondja, itt ér véged az álmok futásod, Black Goku. Black Goku, ó, Losón és Gusti, végre ide toltátok a képeteket. Losón azt mondja, Gusti, változzát szuper csillagharcosra. Gusti azt mondja, nem megy, nincs elég kitartásom a teleportálás miatt. Azt mondja Losón, a francba, nem baj, akkor Genesz fúzionálni kéne. Azt mondja Genesz, oké. És Losón és Genesz fúziója Genosz. Genosz azt mondja, na végre. Black Goku azt mondja, nocsak, nem fúzionáltatok, milyen meglepő. Akkor most megmutatom az én erőmet. Black Goku átváltoz a szuper csillagharcos Rose formába. Na akkor kezdjük. Genosz azt mondja, Goku, Vegeta, ti is fúzionáljatok. Goku, én benne vagyok, te Vegeta? Vegeta azt mondja, nem, még egyszer nem. Azt mondja Goku, de Vegeta muszáj, hogy megbosszuljuk a feleségeinket és barátainkat. Azt mondja Vegeta, na jó, rendben. Goku és Vegeta fúziója Gogeta. Gogeta azt mondja, na most véged van, Black. Azt mondja Genosz, Gusti, te addig pihenj és meditálj. Azt mondja Gusti, rendben. Egy órával később azt mondja Genesz, Losón, kelj fel. Losón, oké, fent vagyok, de nincs erőm. Azt mondja Gusti, tessék Losón, egy Shenzhou Beam. Azt mondja Losón, kösz. Na Gusti, van elég energiát, hogy tudjunk fuzionálni? Azt mondja Gusti, hogy végre igen. Losón, azt mondja, akkor mehet. Losón és Gusti fúziója pedig Losti. Losti azt mondja, na Black, most tényleg véged van, folytatás a következő adásba, ami lehet, hogy 6 hónap múlva lesz. Ez kegyetlen. Viszont ez jobb volt, mint az eddigi Dragon Ball sztorik, Losson, úgyhogy thanks. Matyitól jött itt még valami, Twitchre indokolatlan érkezett egy követő. Matyi írt egy olyat, hogy éjfél után fél órával elmegyek a házatokba, kirabollak titeket, és felakasztalak minnyájotokat, XD. Ez komoly, megint csak. Éjfél után fél órával elmegyek a házatokba, kirabollak titeket, és felakasztalak minnyájotokat. Ezt írta nekünk egy nagyon kedves nézőnk. Köszönjük szépen Matyinak ismét ezt a sztorit. Téglakecske pedig azt írja nekünk, ez teljesen komoly, lezárva jöhet a film. És így van, gyerekek, ha közben még érkezik, majd még beolvasom, de akkor vetítsük le a filmet. Több mint egy hónapnyi meló után készültünk el ezzel. Mindenkinek jó szórakozást kívánok hozzá, és hát ami lement a film, akkor utána még beszélgetünk egy kicsit, rendben. Na figyú. 3, 2, 1, go!
Igen. Azt írják itt a Pornhub komment szekciójába, hogyha meghackelsz egy régi Commodore 64-et és azt összekötöd egy Super Nintendo-val, leadhatsz egy olyan különleges jelet, amit csak a 69-es számú bolygónak a lakosai értenek, és ide jönnek hozzánk. Kipróbáljuk? Biztos. Igen, ez kész van már! Kész. Itt a Föld. 69-es számú bolygó lakosai, hallotok? Gyertek, lépjetek velünk kapcsolatba. Nem szexuális, csak úgy. Fognak ezek jönni, Genesz? Hát nem úgy néz ki, nem sietik el. Abszolút nem. Menjünk be! Gusti? Mi az? Van valami, amit meg kéne, hogy nézz. Miért szólnak a harangok? Ilyenkor nem szoktak, nem? Ez az? Ez egy fasz alakú gabonakör. Nem, itt én feküdtem tegnap hason, picit odébb van. Lezuhant valami tárgy. Ne, Genesz, kicsapta a Lemmag füles ültetvényedet is. És itt ért földet. Mi ez? Lehet, hogy be kéne vinni, megvizsgálni. De az a fura, Genesz, hogy a töknek a szára meg a levelei teljesen kidöglöttek, és csak a tökök maradtak meg. Mi lehet ez az egész? Hosszas megállapítás után arra jutottam, hogy semmit nem tudok erről a tárgyról. Akkor nem tudunk mit tenni, várunk még. Valaki volt itt, Genesz. Ki? Meg foglak termékenyíteni. Nem! Beleöntök egy szert a vízvezetékrendszeretekbe, amitől megkívánsz. Nekem nincs petevezetékrendszere. Vízvezetékrendszer, te hülye? Ja.
Mit csinálsz itt? Azt üzente a lény, hogy önt egy szert a vízvezetékrendszerünkbe, amitől én megkívánom. És te ezért feltöröd a szennyvízvezetéket? Miért ez az? Bazd! Jó, akkor nézzük meg a szivattyút, vagy valamit, na. Igen, ez mi? Mi lehet ez? Na mi az, Genesz? Szívja a telefon, hogy ez a 69-es bolygó lakóinak a spermája. Ez sperma? Azt hiszem baj van, Genesz. Terhes vagyok. De nézd meg, hogy maga egy... Basznál meg a kurva anyja picsája szél. Várjál, Genesz elbaszódott. Várjál. Mondom, hogy te Geneszhez mi, és akkor majd hozd közelebb, és akkor utána már vegyed a, hát a lényeget. Na mindegy, egy-két el. Zoomolni. Menjetek már a faszomba, hát! A kurva életbe, hogy egy perc... Mi a faszom van már? Na hát srácok, ez lett volna a cumó. Itt lehet még, még kicsit beszélgetünk, utána megnézek, vannak-e bejövő sztorik, de be lehet írni, ki milyen easter egg-eket vett észre, vagy egyéb dolgokat, amiket mondjuk esetlegesen csak-csak a GK kemény mag vehet észre, vagy a többiek.
Volna több minden is, amiről beszélni kéne a filmmel kapcsolatban, azonban ez lehet, hogy úgy fogjuk megoldani, hogy az elkövetkezendő élő adások valamelyikében beszélni fogunk róla. Hát ugye normál esetben most már Twitch-en vagyunk este 6-tól mindig, kivétel ugye a tegnapi nap, mivel ugye a Wide Dogból Facebookra live voltuk a beöltözős szumot, valamint ez a live, azért a Rémin kanál is azt illik ide tartani YouTube-ra. Azt írja Fejér Robert, hogy a 2018-as év Oscar díjnyertes filmje. Igen, a rajongói csoportot megtaláltok oda, oda nyugodtan tolhatjátok a filmből a kimerevített képeket, mémeket, stb. Nézem azért, hogy a kommentelők közt van olyan, aki írogat olyan érdekes dolgokat, amiket észrevett a filmben, amik ilyen elhintett gékás dolgok voltak. A harang mindig rosszat jelent, ez igaz. Egyébként tényleg, ahogy elkezdtem volna beszélni, elindult a harang. Ezt azért tettük be abba a kijelentekhez, egyszerűen hihetetlen, hihetetlen, de tényleg. Úgyhogy kemény. Észrevetted a dildót, igen, bár hát így az OBS még inkább sötétít rajt, valamint a végső kirendelés is elég sötét lett, de a Subforce Sub Please című zenéből a tengeri malac, az a dildón ült akkor, amikor a rémálom jelenet volt, amikor üzent nekem a földön kívül az álmomban, igen. Külön fent lesz-e, ahogy én elindítottam a filmet most vetíteni, abban a pillanatban egy második számítógépről megosztásra került a GK YouTube csatornájára a kisfilm, tehát ott teljes egészében végignézhető külön, így van már most ebben a pillanatban, úgyhogy nem kell külön beletekergetni az élőadásba, meg stb. Igen, ez fekvőhelye, igen. Kamera chat trollkodó UFO, így igaz. Én várok egy mondatot még, ami csak azoknak eshetett le, akik a Time Killert vágják, és legalább 2-3-szor látták, és beépült az agyukba, ugye a korábbi kisfilm. Így van, Kajzi, csak egy a probléma, hogy az nem egy Peugeot 206-os, de ezt neked tudni kéne. Az nem egy Peugeot 206-os egyébként. Kaptál értesítést róla, király? Igen, még fogunk, akkor egy-két sztorit beolvasunk, és akkor utána zárunk. Egy órásnál továbbra nem akartam ezt az egész. Miért fekete a szemem? Megvertek. Végül mégiscsak megvertek. Ezért fekete lett a szemem. Guszti kedvenc sniper ablaka, lásd room tour. Igen. Saktábla. Uh-huh. Igen. Köszi szépen, kis Gyula. Szervusz egyébként, köszi szépen. Igen, ilyen easter egg-eket várok még, hogy mit vettetek észre, bár ugye most már tudod, nézzétek meg, srácok, föl van téve külön, jó? Most már külön megnézhető egy az egybe az egész, és oda a komment szekcióba, oda mindenki tolhatja, amiket észrevett ilyen régebbi dolgokból. Pince, ahol fogoly vagy, a Time Killerben. Na, még olyat is észrevettél, amire nem is gondoltam. Igen, a Time Killerhez több kapcsolódás is van, sőt, összefügg a kettő igazából. Az egy 106-os Peugeot egyébként, így van. Na srácok, megnézem, milyen sztorit kaptam még, és akkor azt mi megnézzük, beolvassuk. Foxikáit. Matyi közben írt, hogy végül mégse rabol ki, inkább megy a Pornhubra, ez az ő sztoria. Köszönjük szépen. Rémingre film után csak, azt mondja a PG. Azt mondja a PG, PG is here, PG is real. Első sztori, ez egy ijesztő sztori lesz, mert egy halott nyelvtan tanárról szól. A legijesztőbb dolog történt ma velem. Felmentem a Pornhubra, és a következő felirat fogadott. Végnézted az összes videót az oldalon, menjél, keres egy barátnőt. Pánikba estem. Gyorsan hadarva olvasd el a hatás kedvéért. Felmentem XNXX-re, ugyanez a szöveg fogadott. Daily Fakon is az a szöveg fogadott, Red Tube-on is az a szöveg fogadott. El kell káposztalni ithatatlanságoskodásotokat. Igen, ez egy nyelvtörő volt, porn.com-on is mindenhol. Mit évő legyek? Talán tényleg barátnőt kéne szereznem? Á, nem, ez lehetetlen. Ekkor jött az ötlet. Brothers! Te egy állat vagy, PG, te egy állat vagy.
Közben Fethur írt egyet. Ez a történet egy párról szól, akik úgy döntöttek, elmennek éjszaka egy hotelbe, és megünneplik a házasság évfordulójukat. Hívtak a gyerekekhez egy babysittert, aki úgy ért oda a családhoz, hogy a gyerekek már aludtak. A babysitter ezért unalmában elkezdett tévézni, a szülők hálószobájában ugyanis csak ott volt tévé. Az apa hazatelefonált, hogy minden rendben van, de a babysitter hangján érezte, hogy valami nem stimmel. A babysitter mondta az apának, hogy a gyerekekkel minden rendben van. Elkezdtek harangozni kint. Viszont eléggé feszélyezve érzi magát a hálószobában lévő angyalszobor miatt. A férfi kissé csodálkozott és habozott, nem értette a helyzetet, aztán utasította a fiatal lányt, hogy hagyja el a házat a gyerekekkel, mert náluk nincs is semmiféle angyalszobor a hálószobában. Amikor a rendőrség megérkezett, a babysittert és a gyerekeket holtan találták a saját férjükben fekve, a szobrot nem találták, ezt azt hiszem már felolvastuk, lehet, hogy többször is régi rémingekben már úgy közben elkezdett leesni a dolog. Rémsztori a Dunában talált ladához, írja Foxik a Gaming, ezt még olvassuk el. A sztori egy srác szemszögéből van elmesélve, csak saját felelősségre, 1997. 6. hó 15. Tamás a szomszéd szobában figyelte a szomszédasszonyt, akinek egy 1002-es zsigulia volt, később kiment és beszélgettek. Anni néni később összepakolta a zsiguliba, aztán elindult. Anni néni már valahol Csepel határán volt, egyszer csak egy fekete merci kitolta az útról egyenest a Dunába. A néni elhunyt aznap, de Tomi nem tudta a dolgot. A merciseket később kísérteni Anni néni először náluk elmegy a net, még 1998-ban, aztán az autójuk folyamatos meghibásodása volt 1999 és 2001 között, aztán egy 06-98-112-45-78-es szám hívta őket, és csak ennyi volt a mondani valója, most meghaltok. 2002-10-27-én egy útjuk során defektes lett a Mercedes kereke, és a ladától úgy 8 kilométerre elmerült a Dunában, és ők is meghaltak. A baleset pontos ideje éjjel 2 vagy 3 óra közt volt. Aznap óraátállítás történt. Aztán 2018-6-án Tomi is úgy végezte, mint Anni vagy a Mercedesesek. Az autójával a Dunába zuhant szintén, és ő is meghalt. 2018-10-28 Anni néni autóját kiemelik a Dunából, és átvizsgálásra kerül. Anni néni holttestét nem találják meg. Titokban oda mentem 30-án, aztán a Lada mellett láttam egy szakadt ruhájú hölgynek, volt vagy 70 éves, a szellemét, de csak annyit mondott, iratkozz fel a GK-ra, te faszarcú. Ez komolyan így van a sztoriban. Iratkozz fel a GK-ra, te faszarcú. Végül ez a sztori végkifejlete. Mindannyian most feliratkoztok a GK-ra. Lent a leírásba ott a Twitch, oda is feliratkoztok, faszarcúak. Aztán meg bekövetitek a Facebookot, Twittert, Kiskunhalas Pöcsehegyét, mindent. Bosi srácok, valami a hatalmába kerített. Félelembe kerített a hatalom. Hat darab macska alom. Srácok, a többi sztorit a következő 28. réminkanálisba fogjuk felolvasni. Küldjétek újra majd, hogyha neten úgy adódik, hogy mégse olvasom be. Itt látok egy verset, ez az utolsó. Szia Guszti, ez egy régebbi kísérteti egy szerelmes versem. Látod, hogy végzetem hozzád hív, elvesztem. Szeretnék veled halni, rózsánkkal fölénk szállni, vessük meg ágyunkat tövisből, szóljon éj kriptánknak mélyéből. Találkozunk egy álomban, elbúcsúzunk majd titokban. Lelkem tűz, végzetem hozzád hív, életem. Szerelmes szelek jönnek, köszönve téged égnek. Takar le testünket árnyékkal, sóhajtéj átkozó vágyakkal. Találkozunk a hét álomban, elbúcsúzunk majd a sírunkban. Tökéletes búcsúvers, én is így búcsúzok tőletek. Legyetek jók, és találkozunk a következő rémingben. Holy fuck!